már csak azt kell megkeresni, hogy hol vagyok. Ennyi víz nem árt. Meg pont ide belement nekem. Csak próbálom a GoPro-t, mert nem használtam jó pár napja. Be kell mennem Londonba, és nagyon-nagyon rossz helyre kell mennem, mert minden út, ami oda vezet, az nem engedélyezett teherautóknak. Úgyhogy igazából nem tudom, mire számítsak. Kicsit idegesítő. Kérdeztem a tulajdonost, hogy akihez viszem a cuccot, hogy hogyan lehet oda menni, de nem válaszol. Kérdeztem a menetirányítókat, ők se tudják. Én vagyok a sofőr, nekem kell megoldani. Néztem a térképet legalább egy órát, most már fönn voltam reggel 6 óta. De egyszerűen nem tudom, hogy melyik utat válasszom, mindegyik. Vagy súlykorlátozott, vagy az van ráírva, hogy nem alkalmas teherautóknak az út. Házak között van, tele van parkoló autókkal az út, keskeny kis utak. Fogalmam sincs, hogy mi lesz. Úgyhogy bekészítem a GoPro-t, ha akarjátok látni a kínlódásom. Most megyek be a dzsungelba, és ráadásul reggel, péntek reggel van, én nem vagyok reggel kész az ilyesmire. Látok másik kamionokat, úgyhogy az annyira nem rossz jel. Hát, rendesen le van tiltva kamionoknak, de nem tudok más találni. Na hát ide hoztam a cuccot, vagy bemegyek, aztán megmondom. Nébiság. You're right. Where do you want the truck? Reverse it in there? Yeah. Okay. Yeah. That's fine. Thank you. Hát, akkor oda kell bekatolatni. Mondjuk az nem olyan rossz, mert itt van hely előre felé. London nyugati felén vagyok. Ott hagytam őket, ha pakolják a konténert. Kicsit elmegyek sétálni. Mozgok egy picit a helyet, hogy pihennék. Mármint, hogy az ágyon. Ez is pihenés tulajdonképpen, a mozgás. Vannak vagy hatan pakolják. De hát egy 40 fot hosszú konténer, úgyhogy egy darabig fogják pakolni. London. Na hát ilyen házak vannak. Egy kis picike előkerttel, nem is kert, hanem csak egy ilyen kis valami. Nem valami nagyok, de itt ezek inkább olyanok, mint a lakás, tehát egy lakásnak számít igazából. Sokan nem is fűtenek benne, mert ugye annyira körül van véve másik házakkal, hogy alig-alig hűl ki télen. De laktam én is ilyenbe, de nem tetszett. Ilyen hosszú csík hátrafelé. És csak elő van ablaka, meg hátul. Úgyhogy belül elég sötét. Meg ilyen hosszúkás alakú. Nekem az nem tetszett annyira. Ez most még egy nagyjából normális környék. Vannak olyan részek, ahol nagyon durván néz ki. Pacska! Szia, cica! Várod a gazdit? Na hát vannak, ahol így néz ki. Mit akartam mondani? Ja igen, hát ezek olyanok, mint itt a lakások. Itt inkább így laposan építkeznek, mint fölfelé. Olyan kevés az emeletes. Olyan emeletes, hogy több emeletes ház. Egy kevés. Na jó van, sétálgatok egy picit még. Szerintem ez egy indiai városrész. Minden indiai. Semmi, nincs is kiírva se angolul.
az összes bolt, minden éttermek, minden indiai. Meg hát ez az illat, a curry, az mindenhol ott van. Csak úgy megyek össze-vissza. Picit esik az eső, de nem baj. Ennyi víz nem árt. Csak egy átlagos nap munkába. Mennyiféle zöldség meg gyümölcs, miért nincs nálunk olyan, ahol én lakok. Tetszik ez a hangulat. Tolató kamion a út közepén, kereszteződés közepén. Hát itt minden le van tiltva, akár merre mentem, és mindenhol le volt tiltva. Ezek a kóser húsboltok. Na, mi lesz? Ki erősebb, ki a nagyobb? Láttam az előbb egy macskát, és itt a beton rengetegbe szegény bolykált a autók alatt. Nem sok zöld van nekik, itt nem sok természetes környezet. Ezek még mindig léteznek. Úristen, régen voltam ilyen boltban. Nem semmi. Azt. Ilyen nehéz. Ez biztos, hogy jó, de mivel ilyen homorú, ezért rendes tűzre jó, nem jó nekem otthon a kerámia alapra. Ez jó. Ezt elviszem magamnak a kamionba. Na, megvettem ezt a kis lábost. Jó lesz nekem a kamionba, mert mindig otthonról elhozom, ami van, és hát a gyerekek kiányolják szerintem sokszor. Nem is tudom, merre menjek. Szerintem megyek most arra. És vannak ilyen kupolák. Ott is vannak kupolák. Mindenhol vannak kupolák. Na, megyek vissza, megnézem a kamionomat. Jó, ott hagytam őket. Immigration specialist. Emigrációs specialista. Vannak ezek a jó kis lengyel sörök. Talán ez. Egyik jobb, mint a másik. Egy elég lesz. Sorry! Véletlenül felrúgtam a fölmosó fáját. Arra felé. Nem jó felé indultam el. Na, szóval. Most már megvan a serike is. És már csak azt kell megkeresni, hogy hol vagyok. Ezek meg olyanok, hogy két bejárata van, egy itt elől, meg egy ott hátul. Van az alsó szint, meg a felső szinten is más lakik, tehát két lakás van egy házba. Ez is elég tipikus. Most már lassan visszaérek a kamionomhoz. Nézzük, hogy hogy állnak a fiúk. Na, ott a kis kamionom. Látjátok a tetejét? Jóba tolattam oda. Hát mondjuk volt hely. Így itt. Megnézzük, hogy hogy állnak. Oh, oké. Okay. Indiaiak, valamit mondtak indiaiul, de hát persze nem értem. Jót röhögtek, úgyhogy biztos valami. Valami disznóság. Hát egy másfél-két órát összes elbótom. Jój, öreg csontjaim. Jó is lesz pihenni egy picit. Azt mondják, hogy kész vannak. Úgyhogy megnézem, becsukták ki az ajtót rendesen. Papírmunka. Ó, az ajtó megnyitva van.
Ja, üres. Thank you. Thank you. Meg ott, ott a másik oldalon meg eléggé szűk. Ezt a látványt nem tudom megszokni. Ez olyan majesticnek mondják. Na, olyan, nem is tudom. Mint ha valami film lenne. Tengerparti kisváros, Love Stop. És... szép. Azt mondtam, hogy a héten nem fogok videózni, de ez érdekes. Ilyen hajók között így menni. Szerintem amíg pakolnak elmegyek sétálni, esik az eső, de nem baj. Na, lát az eső. És még mindig pakolnak. Kikötőben vagyok, látjátok a nagy hajókat, gondolom. Ezek még mindig pakolnak engem, ilyen kis pici dobozok vannak a traileren, úgyhogy szerintem elmegyek sétálni egyet. I'm going for a walk. Okay. Have fun. Hát, jó páran pakolják. Nem is értem, hogy hogy lehet így. Miért nem rakják raklapokra? A raklapnak a magassága elveszi az árónak a helyét? Vagy miért? Nem értem én. Kézzétek el, hogy most jöttem rá, hogy hol vagyok. Mert ez, mert ugye van a... Nekem a papírmunkán az volt, hogy Gorlestonba kell jönni, de közben ez Great Yarmouth. Azért tudom, mert ott a másik felén a víznek, mert itt víz van, ugye? Nyilván a hajók abban vannak. A másik felén ott szoktam én állni még régen, mikor a Greenhall-nak dolgoztam. Ott nagyon sokat álltam éjszakára, mert ott végig meg lehet állni. És ugyanezeket a hajókat néztem én, csak a másik oldalról. Na, még ilyen helyen se vezettem kamiont. Ötleg, atya. Na hát, ismét ugyanaz a helyzet, mint tegnap, amíg engem pakolnak ki ott a helyen, ahova hoztam a cuccot, addig eljöttem sétálni egy picit. És elég szép hely. Bejárom az országot így, hogy különböző helyekre jövök. Ezért szeretem a konténereket csinálni, mert órákig tart, amíg kipakolják. És eddig lehet menni csavarogni a környéken. A házaknak a színei azok általában tehát a házak abból épülnek, ami a környezetben elérhető. Tehát, hogyha a vörös téglát tudtak előállítani a környezetbe, akkor vörös téglás, hogy a sárga, akkor sárga. Nekem ez a sárga jobban tetszik amúgy. Ez nagyon szép. Remélem, nem fog esni az eső. Nem egy rossz környék, ez Manchesternek az északi fele.
Én különben Manchestert nagyon szeretem. Nekem nagyon tetszik. Tele van élettel. Nem is csúnya. Nem szép, de nem is csúnya. Szóval Manchestert szeretem, mert érdekes. Hát nagyon sok kultúrája van a hogy is mondják, revolúció, az ipari forradalom. Ah! Ipari forradalom ugye itt történt főképpen Angliába, és főképpen Manchester meg Liverpool környékén. Manchester és Liverpool között volt a legelső vonat sinek lerakva, meg a legelső vonatok ott mentek Manchester és Liverpool között. És valahogy megőrizték azt a hangulatot, és nekem tetszik. Meg kicsit hegyes, völgyes, érdekes. Nagyon össze-vissza vagyok, itt látok egy public footpath, az azt jelenti, hogy publikus sétaút. Nem tudom merre, valamint valakinek a kertjébe sétálnék be. Hát, ja, valakinek besétáltam a kertjébe szerintem. Ja nem, itt az út. Ez jó. Valakinek a kertjébe van az út. Ez érdekes. Így kell átmászni. Ez azért van, hogy a birkák ne tudjanak... Majdnem elestem. A birkák ne tudjanak kimenni a kerítésen. Hát nem is tudom, merre menjek. Merre menjek. Megyek a tehenek felé. Jó, büdös lesz a cipőm. Nem baj, van másik. Van másik! Megyek a hegyek felé. Hát nagyon szép itt fent. Még nagyon jó a levegő is. Látjátok? Ez már itt a Peak District, úgy hívják, egy nemzeti park. És a hegyeken nincsen nagyon növény. Csak ilyen kis apró, virágú valami. Azt hiszem Erikának hívják magyarul. Hát elmentem arra körbe-körbe, de nincs sehol se átjáró. Úgyhogy vissza kell mennem oda. Oda, ahonnan jöttem. És szerintem elmegyek, mert ott láttam egy templomtornyot. Templomok körül mindig szépek a parkok. Megnézem azt. És ott van a kamionom, ott rakodnak abba a fehér épületbe. Tudom, látjátok-e? Fehér a teteje. Az előbb még onnan a dombról még a kamionnak a tetejét is láttam. Na, mászkáljunk egy picit tovább. Jó vizes a fű. Megvan a templom. Az előbb véletlenül rossz irányba mentem. Bementem a házak közé. Na, menjünk, nézzük meg. Közben elkezdett csöpregni az eső, de nem baj. Megszáradunk. Szép kis templom. Na hát ideje lesz visszafelé menni. Szerintem abba az irányba. Majd, hogyha már ezek az elebb leszek, akkor megnézem a térképen, hogy jó felé megyek-e. Ott egy ilyen picike kis sarki bolt. Postaládákat valamiért így felöltöztetik itt Angliába. Ez egy postaláda. Na, szerintem erre kell mennem. Kicsit meg vagyok ázva. Ezek az elektromos autók olyan halkak, hogy nem is lehet hallani, hogy az ember mögött ott van. Na, keressük meg a kamiont. Felhőbe vannak a hegyek. Hát nagyon szép kis falu. Nagyon-nagyon tetszik. Erre kamionnal nem kell jönnöm, az egyszer tuti. Nem tudom, hányszorosan túlsúlyos vagyok. Na és itt a patak, ahonnan elindultam. Nem tudom, emlékeztek rá.
ott a kamionnak a teteje. Ott. Remélem, még mindig pakolnak, ez szüki lenne, ha már kipakoltak volna is. Bár volt már olyan is, hogy ott hagytam őket, elmentem egy terembe az egyik haveromba. Ott lakik Bristolban, én meg pont arra mentem. És... hát mondja, menjünk egyetlenbe, mondom, jó van, menjünk. Aztán mire visszamentem, már réges-régen kipakoltak. Hát van ilyen is. Itt benőttek a fatőzök a kerítésbe. Ezt kényleg mindig pakolnak. Johnny, Johnny, Johnny! The fuck? Aj, elrontották! Fel akartam menni a Johnny-t, mert beszéltük, hogy itt megyünk mind a ketten. Johnny a Green Hall-ból. Nagyon-nagyon szép szkányiája van. És... beszéltük reggel, hogy erre fog jönni, meg arra. És... fel akartam menni, mert nagyon-nagyon sok lámpája van, meg minden. Gondolom, hogy fölrakja a szirénát, a villagót, mindent, hogy üdvözöljön. És pont belement egy másik kamion. Aj! Akkor így megtervez az ember mindent, és nem jön össze. Ez meg pont ide belement nekem. Hihetetlen. Na, így tankolunk. BP kúton vagyok. És van három különböző tankolós kártya, ilyen céges. És akkor azt lehet használni. Van ez a Key Fuel, meg a UK Fuel, meg a BP, meg Shell, meg ilyenek, de nekem most csak BP-n van. Ezt feltámasztam ki. Ne kelljen fogni végig, mert nagyon, nagyon nehéz tartani. Mert ugye időbe telik, amíg ezt megtölti az ember. Ilyenkor szoktam eddig kidobálni a szemetet, már az előbb kidobtam, inni egy kávét, menni valami hamit, megnézni a fejlet, minden rendben van-e vele.